Együttműködő partnereink Smart Electrical Solutions, Salad Box és a Folda Security. Figyelem, következő műsorunk megtekintése szigorúan futballkedvelőknek ajánlott. Amennyiben nem szereted a futballt vagy untalt, akkor most el lehet kapcsolni. Ugyanis a mai meghívottam nem más, mint Zsiga Ervin, az Olimpia VSK egyik játékosa. Ő következik. Köszöntelek nagyon szeretettel, köszönöm, hogy végre itt vagy az élvonalban, elfogadtad a meghívásomat, és hát úgy, ahogy mondtam, az Olimpia VSK-nál a teljes nevet, azt azért tiszteletben tartjuk, és szerintem te is így van ezzel, hogy ragaszkodsz úgy az Olimpiához, úgy a színekhez, mint a VSK-hoz. Pontosan, nekem, mivel első klubom volt az Olimpia, itt kezdtem el 10 évesen focizni. Nekem, mikor haza is jöttem Magyarországra, és VSK Csesszeme volt, nekem akkor is Olimpia volt ez a csapat, mivel úgy gondolom, hogy az a klub, aki a városi stadionban játszik, jelképes stadionban, az minden szatmár úgy fogja említeni, hogy ez az Olimpia. Ahogy te is mondtad, hogy az a csapat, amely a városi stadionban a leg, mondjuk azt, hogy a leghíresebb, tehát Daniel Prodan stadion, ahogy az el van nevezve, ő is egy szimbólum volt, és jelen pillanatban hát az Olimpia VSK egy új fejezetet ír, már ha lehet ez sajnos egy inkább egy ilyen fekete fejezetnek írni, ugyanis pénteken derbitek van. Most de nem tudom, mennyire hívod ezt derbinek, helyi derbinek, a másik Olimpia ellen, amely teljes nevén Olimpia 1921. Te hogy tekintesz? Igen, hát derbinek tekinthetjük, mivel egy, ahogy te is mondtad, ez egy városi derbi. Tavalyi években is mondtam, hogy igazából ezek a meccsek azok, amiért érdemes focizni. Tavaly is jó hangulatú mérkőzéseket játszottunk ellenük úgy a Somesu stadionba, mint ahogy a Daniel Prodan stadionba. Én kifejezetten várom az ilyen mérkőzéseket, remélem minden többen ki fognak látogatni. Szép idő is mutatkozik, úgyhogy ezzel most megragadom a lehetőséget, és hívom a futballszeretőket, hogy nézzenek egy jó meccset. Remélem, hogy jó hangulatú lesz, és behúzzuk a 3 pontot, ami kötelező a részünkről. Minden bizonyan sokan ki fognak látogatni, ugyanis így az idő elmúltával, még egyszer mondom, szerintem egy kicsit ilyen szerencsétlen helyzet az egész, de nem az egyedüli ilyen jelenet az országban, ugyanis egy adott ponton volt, vagy van, nem tudom, van 2 Temesvár, van 2 Steaua, és talán van 2 Krajova is, és most jelen pillanatban Szatmáron is úgy állunk, hogy van 2 Olimpia. Nem is nagyon szeretnék belemenni a részletekbe, de talán most már így derbivé fort ez az egész ki, úgy, ahogy azt mondtam. És minden bizonyosan lesz hangulat is, ugyanis tudjuk, hogy az egyik oldalon vannak ultrák, van egy kemény mag, és hát persze szerintem több tízezer drukker, néző ott lesz. Voltam már ilyen derbin, és volt hangulat, tehát akármennyire is azt mondaná valaki, hogy hát nem akkora táborok, nem akkora nézőszám, de igenis van hangulat. Említetted a korábbi, ugye Temesvárnak is több csapat van, a Krajovának is, vagy tuti lehet sorolni még őket. Sajnos az, hogy ők vagy első, vagy másodosztályban vannak, sokkal jobban hangzana ez a városi derbi, hogyha legalább egy másodosztályban játszanánk. De ettől eltérően, igen, a szatmári foci kedvelők kilátogatnak akár egy megye egyes mérkőzésre is. Így tehát a pénteki mérkőzés, úgy gondolom, hogy tényleg sokan lesznek kíváncsiak rá. Még egyszer mondom, úgy legyen, most azt tisztázzuk, hogy akkor a csapat, te hogy festetek, mennyire vagytok jó állapotban? Tehát ugye egy ilyen mérkőzésre, meg tulajdonképpen bármelyikre egy futballista, egy csapat, egy edző, meg ugye az egész stáb, idézőjelben stáb, készülnek. Készülnek, mert ugye fontos a 3 pont. Igazából nekünk a kimondott célunk, hogy első helyen végezzünk, és a feljutás a kimondott cél. Különleges módon nem készülünk erre a meccsre, csak ugyanúgy, mint a többire. Persze mi, akik szatmáriak vagyunk, tudjuk, hogy nagy jelentősége van ennek a hétvégi mérkőzésnek. Ahogy mondtam, nem speciális taktikát nem találunk ki erre a meccsre, viszont ugyanúgy készülünk,
és ismétlem magam, ez számunkra egy kötelező győzelem kell, hogy legyen, amivel bebiztosíthatjuk magunkat, hogy továbbra is ott maradunk az élmezőnyben. Te hogy érzed jelen pillanatban magad? Nem tudom, hogy igazán rutinos futballista vagy, nem az első csapatod az olimpia, és remélhetőleg nem is az utolsó. Jelen pillanatban hogy van az egészségügyi állapotod? Ugye persze egy sportolónak ez mindig nagyon fontos, hogy top formában legyen és a maximálisat tudja nyújtani. Van az a mondás, ha egy focisának nem fáj semmi, akkor az nem okés. De én mindig már, ahogy említetted, rutinos játékos vagyok. Fejben fel tudok úgy készülni, hogy a meccs időpontjára 100%-os állapotba kerüljek. Csapatot is jól érzem, jó hangulaton a csapat körül. Ott vagyunk a második helyen. Úgy gondolom, hogy pozitív körülmények között tudunk készülni. A pénteki mérkőzésre remélem, hogy gólt is tudok szerezni, mert persze minden focistának azért dolgozik egész héten, hogy a mérkőzésen gólt szerezzen. Visszaemlékszek a tavalyi első nagy derbire, ami... Igen, a Szomesú pályán volt az tavaly, augusztus-szeptember környékén játszottunk, ugyanúgy akkor volt ez a derbi, ez a két olimpiai közötti derbi. Nagyon-nagyon szuper hangulat volt, tényleg azt mondom, hogy ilyen másodosztály, első osztály körüli hangulat volt. Tele volt a Szomesú stadion, jó meccset is játszottunk. Sajnos mi akkor azt nem tudtuk megnyerni, 3-3 lett, de tényleg aki kilátogatott a mérkőzésre, az, az évek... Hát sok év el kellett teljen sajnos, hogy újból egy foci hangulat legyen Szatmár Németiben. Jelen voltunk azon a derbin, úgy ahogy mondtam, 3-3-as szép döntete, már nézői szempontból, ugye látott a néző 6 gólt, ha kilátogatott, ha meg nem, akkor visszanézte a felvételt. Jó, rendben, ha már itt tartunk, akkor megragadom az alkalmat. Ugye, amint mondtam, rutinos futballista vagy, játszottál már az olimpiánál, Kaposvár, Balmazújváros, meg még volt néhány klub. Legemlékezetesebb meccs, ahol gólt is szereztél. Hát ez könnyű válasz, az aki ismer és úgymond közelebb áll hozzám, az tudja, hogy 2017-ben a Balmazújváros kis csapatként, Balmazújváros egy 16 ezer fős kisváros, aki feljutott először NB1-be, és a Kisvárd ellen játszottuk az utolsó mérkőzést, és azon a meccsen 1-0-ra sikerült nyernünk, 84. percben én szereztem a gólt, úgymond bekerültem a város történelmében, mai napig is, ha megnézem azt a gólt, a libabőrös leszek, és vagy ha visszatérek Balmazújvárosba, akkor az emberek még néhányan megismernek, és jó szájízzel beszélgettünk erről. Nagyon jó hangulat volt ott Magyarországon, főleg Balmazújvárosban. Volt csapattársaimmal, mai napig tartom a kapcsolatot. Olyan játékosok, akik válogatott szinten játszanak, mint egy Ádám, Siger Dávid, igen. Ferencváros ötszörös bajnoka, vagy a Rusz Adriánnal, igen, Adrián együtt Rusz. Feljutottunk. Hát kimagaslan ez a legszebb pillanatom a karrieremben. És talán mi is szeretnénk azt, hogy valamikor Szatmárra ismét legyen olyan futball hangulat, mint annó, mert hogyha már említettük ezeket a neveket, akkor a kollégáid és te is tapasztalhattad, milyen az, amikor az ember oké, hogy kisváros, de volt lehetőséged olyan csapatok ellen játszani, ahol voltak nagy táborok, itt most gondolok a Honvédra, a Fradira, az Újpestre, és ide, csak oda akarok kiukadni, szerintem egyet értesz, amennyiben az olimpia feljutna akár a második, vagy akár az első osztályban, miért ne, ahol volt egykor, akkor újra lehetne találkozni azokkal a én, mint fanatikus, azt mondom, hogy kell a futballnak a tábor, a szurkolók ezzel, hogy... Már most, ha megnézzük a mostani román másodosztályt, sok olyan nagy nevű csapatok vannak, például az Árgyes, Tisasztiáva. Igen. Beszélünk a nagy rivalizálásról. Asztiáva, a Krajova. Hunyad, ugye? A Hunyad. Sok olyan nagy nevű csapatokat tudnánk idehozni Szatmára,
akik jó hangulatot tudnának teremteni a stadionban. Reménykedem, mondtad, hogy miért ne legyen újból MB2 másodosztály vagy első osztály Romániában. Nekem ez egy célom, hogy legalább még egyszer a sárga-kék színekbe játszak másodosztályban. Tehát kimondható ez, hogy ez az egyik legnagyobb célod jelen pillanatban, hogy a sárga-kék mez rajtad van és az olimpia másodosztályban. Legalább egy másodosztályban. Sok mindenen mentem keresztül karrierem során a sérülések miatt. Sok doki már azt is mondta, hogy lehet, hogy nem kellene ezt előltessem. Mégis volt olyan erős, és felálltam, és hála Istennek már ez az ötödik szezonom, és ebben az 4,5 évben max. 3 meccset, ha kihagytam, az nem sérülések miatt, műtét, vakbélműtét miatt, vagy hogy megrúgtak, sérüléseket hála Istennek el tudtam kerülni. Úgyhogy nem fogom feladni, nem fogom könnyen adni, és tényleg szeretném elérni ezt, hogy legalább még egyszer a másodosztályban játszok az olimpiai színeiben. Azt akartam mondani és rátérni, hogy ugye most beszéltünk az olimpiáról, rólad, de hogy említetted azt, hogy 3 mérkőzés kimaradt, megrúgtak, volt ilyen is, de alapvetően ez a kakaskodós futballista vagy, mert tudod, hogy van ilyen is, hogy amikor lerúgják az ember, és aztán fölhív, na akkor gyere ide, mi van, beszéljük meg. Hát pont, hogy nem ezt kaptam is egész karrierem során, hogy nem vagyok elég agresszív. Az életben sem vagyok egy agresszív típus, nem szeretek kiabálni, nem szeretek csúnyán beszélni. Faltolni sem nagyon tudok, nem tudom lerúgni az embert. Egyszer kaptam életemben piros lapot. Kíváncsi vagyok, hogy miért, ha nem tudsz faltolni. Hát te pont ezt, amit mondtad, nem tudtam faltolni, megrúgott a srác. Mondtam a játékvezetőnek, hogy letaposott, nézze meg a bokámat, ő is legyintett rá egyet. Néztem a hátvédre, mosolygott az arcomba ironikusan, persze elborult az agyam, ahogy megkapta a labdát, megközelítettem és hasba rúgtam. Ne, hasba. Ez volt a falt. Ez mikor és hol, erre kíváncsi? Hol sikerült összehozni? Szegeden játszottunk 2016-2017-ben, megrúgott a srác. Következő akciónál, ahogy megkapta a labdát, sprintelek rá, a csapattársai már mondták, Ervin, ne! Mentem, spártai! Hason rúgtam, és ahogy leesett, fogtam a pelet, hogy na, én mit csináltam, jött a játékvezető, piros, le is sétáltam, ez volt az egyetlen, mondom, hogy többet. Sikerült reklamálni, de spori, az nem úgy volt, hát nem nagyon lehet itt megmagyarázni ilyet, pont ezért mondom, hogy nem vagyok egy agresszív típus, akkor elborult az agyam, rá is jöttem azon pillanatban, hogy ez hiba volt, többet nem is fordult ilyen erő. Szoktak is a csapattársaim viccelődni velem, hogyha van ez a kakaskodás, vagy lögdösődés, akkor mindenki odafut, én inkább megyek el fel, mert tudom, hogy nem lehet. Teljesen fölösleges. Hát igazából nem látom értelmét, nem foci pályára való. Értem. Persze egy csapatban vannak úgy, ahogy te is, egy rutinosabb ember, aki lehet nem for annyira hamar fel a vízben, és nem borul el az agya. Vannak fiatalabbak, akik most próbálnak kicsit fejét törni, kipróbálni magukat, megtanulni, hogy mi is az, hogy profi labdarúgás, és persze ott vannak körülöttetek, és próbálnak valamit tanulni. Kiben látsz potenciált? Vannak-e fiatalok jelen pillanatban az olimpia VSK keretében, akik ben látsz potenciált, látsz fejlődési lehetőséget, és talán még pár év múlva láthatjuk az első osztályban. Vagy jóval följed? Hát úgy, ahogy te is mondtad, Szatmáron szeretik a focit. Régen mindenki focizott. Ez most sem változott. Nagyon sok gyerek van, nagyon sok fiatal van, akik különböző ifi csapatokban fociznak. Pont ezért is lenne jó legalább egy másodosztály a városnak, hogy azok a fiatalok, annak legyen egy cél. Mindenkinek, minden kisgyereknek, aki csak a negyedbe, a blokk előtt focizott, mi volt az álma. Nem az volt, nem arról álmodoztunk, hogy a Real Madridban játszunk, vagy azt jelenne, csak hogy az olimpiánál játszunk. Mindenkinek ez volt az álma. Igen, vannak tehetséges játékosok.
most úgymond a Román Szövetség is segíti őket, mivel három fiatal kell folyton a pályán legyen, ezért minden évben merítenek 16-17-18 éves játékosokból, akik fel kell kerüljenek a felnőtt szinthez. Nem egyszerű, de úgy gondolom, hogy mi jó úton haladunk. Hány ezen a téren is. Játékos van, akiben látsz potenciált, látsz arra lehetőséget, hogy fejébb is. Igazából most egy olyan keret alakult ki, ahol tényleg jó srácok vannak, és olyan fiatalok, akik hallgatnak és kérdeznek tőlünk, idősektől, próbálunk segíteni rajtok. Alázatosak? Már mondom, igen, hogy kérdeznek, akkor alapvetően... Igen, mert olyat is észleltem karrierem során, aki nem érdekli, nem is foglalkozik, ha kikapunk, ha rosszul játszik, ugyanúgy megy tovább, nem is tudom, hogy mondjam igazából. Lehet, hogy még a játéknak veszik ezt. Igazából igen, a foci az egy játék, de mondhatjuk úgy, hogy munkahelyünk is és a jövőnk is függ ettől. Most lehet rosszul fog hangzani az, amit mondok, de nem szeretném kihagyni semmiféleképpen sem, mert úgy gondolom, hogy ez a fenomén is, amit most felhozok, ez is jelen van bármelyik futballt nézzük. Tehát akár a külföldit, akár a román futballt, akár a magyar futballt. Mégpedig mondjuk van egy 35, 6, 3, 4, tök mindegy, de lényeg, hogy túl van a 30-on, de még nincs 40, tehát valahova elmegy levezetni. És ez a másik arrogáns része a dolognak, hogy amikor egy 30x éves futballista, aki már bejárta a nagy csapatokat, mondjuk, az elmegy egy másod, harmadligás csapathoz, és tulajdonképpen ide figyelj, öregem, én levezetni jöttem. Ha nyerünk, jó, tehát ugyanez az attitűd, mint a fiatalnál, aztán, hogy én mit csinálok a csapatnál, az teljesen mindegy, mert még egyszer mondom, én ide levezetni jöttem. Félváról veszi. Ahol ez előfordulott, úgy gondolom, hogy az edzői stáb, vagy a vezetőségnek a hibája. Aki megengedi ezt, hogy levezessen valaki, az úgy gondolom, hogy az nem akar többet. Mert ha levezetni akarsz, az úgyis meglátszik a teljesítményeden. Azt meg fogják látni. Igazából már, ahogy mondtam, ez az ötödik szezonom itt a VSK-nál, és negyedik, ötödik edző, és hála Istennek minden edzőnél játszottam, minden edző számított rám, bármilyen játékos jött. Pont ezért is lehet, hogy úgymond a fiatalok felnézhetnek rám, mivel ennyi sérülés után, ennyi lejátszott meccs után még mindig érzem ugyanazt a szeretetet a foci iránt, hogy igenis, én meg akarok játszani, még akarok feljebb, nagyobb szinten is játszani, miért ne sikerüljön a feljutás. Remélem, hogy sikerülni fog. Tehát te egyáltalán nem érzed ezt, meg te tényleg úgy vagy vele, úgy, ahogy azt elmondtad, hogy te tényleg játszani szeretnél följebb jutni. Hallottam már olyat élsportolótól, egy teljesen más sportról beszélünk, de elérkezik egy sportolónak az életében az, amikor azt mondja, hogy akarom, de már a testem egyszerűen nem engedi, nem tudok. Tehát bármennyire szeretnék teljesíteni, bajnoki címet nyerni, bármit, de egyszerűen a testem már nem. Hogyha én már felkészültem erre, és nem könnyű, még nem gondolok rá, de felkészültem erre is. Épp ezért kezdtem el edzősködni is, gyerekekkel foglalkozok. Nem volt egyszerű, teljesen más szakma, abszolút. Okay, hogy a fociban marasz, de nem ugyanaz. Kimenni a pályára, megmondja az edző, ezt csináld, megcsinálod, hazamész, lezuhanyzol, hazamész. Az edzőnek nagyon-nagyon kemény dolga kitalálni az edzést, minden nap variálni, ne legyen ugyanaz, ne legyen monoton. Teljesen más. Teljesen más, felkészültem erre is. Szóval tudom, hogy el fog következni, nem akarom, még nem gondolok rá, de amikor el fog jönni, akkor úgymond nyugodt lelkiismerettel fogom abba hagyni, hogy minden tőlem telhetőt megtettem.
Említetted azt, hogy volt 4 vagy 5 edző, míg az olimpiánál voltál, meg vagy, tehát már 4-5 edzővel már sikeresen együtt dolgoztál. Kivel érezted azt, hogy legjobban össze tudsz hangolódni, legjobban összepasszolsz, mert lehet van olyan edző, akivel egyszerűen lehetetlen együttműködni. És kemény dió, és túl sokat akar, és stb. Igazából, de mondtam, hogy nem vagyok egy agresszív ember, nem szeretem a konfliktust, szeretem a konfliktust kerülni. Így egész karrierem során mi, mint a csapattársakkal, mint az edzőkkel mindig megtaláltam a közös hangot. Nem mondhatnám, hogy volt kedvencem, vagy legrosszabb. Igazából próbáltam mindig az edzőnek az utasításait végrehajtani, maximumot kihozni minden edzésből, minden meccsből, próbálok alkalmazkodni, mert mint ahogy az edzőnek, a játékosnak is úgymond rövid élete van. Edzők mennek, jönnek játékosok, váltják a klubokat, kell tudni alkalmazkodni, mert hogyha nem, akkor nagyon nehéz sikeresnek lenni. Nos, megragadtál még az előző ötlettel, és nem is ötlet, bocsánat, hanem inkább úgy fogalmazok, hogy egy olyan dolog, amivel most foglalkozol. Itt most beszélünk tulajdonképpen az akadémiáról, próbálsz edző lenni, gyerekekkel foglalkozni, jól értettem. Igen, igen. Ez honnan jött, vagy miért, vagy nem tudom. Ugye most itt megint gondolok arra, hogy az ember miután abba hagyja a futballozást, utána lehet egy kicsit akar pihenni. De te szeretnéd ezt tovább fogadni? Ez is. Téma volt ez a családban, mivel az utolsó műtétem után már akkor úgy éreztem, hogy lehet lassan közeleg a vég a profi karrieremnek. Abszolút minden megfordult a fejemben, úgy, ahogy te is mondod. Azt mondtam, nem akarom a fociban folytatni, elég volt 10 éves korom óta folytonos nyomás alatt teljesíteni. Az egyetemet elvégeztem, a marketing szakot, gondolkodtam, hogy nem tudom, elmenjek rendőrnek, vagy nem tudom, bármiben, de a feleségem az, aki mindig támogat, és azt mondta, hogy Ervin, kicsikorodtól van ez az adottságod a fociban, és bíztat mindig, hogy a fociban kell maradjak, hogy tudjam azokat átadni a fiatal gyerekeknek, vagy akár a kicsi gyerekeknek, amit én tudok a fociban. Türelem, adottság? Látom, egy nyugodt srác vagy. Igen. Tehát nyugodt vagy, ez rendben van, tehát ilyen türelemben. Nyugodt vagyok, de a kicsik általában ki tudnak hozni a sodromból, de pont ezért is örülök, hogy elkezdtem ezt a szakmát, mert eddig fiatal... Tehát kezdetén vagy? Bocsánat, csak igen, hát egy 3 éve edzősködöm, de különböző 10 éveseknél, 13 éveseknél, most a 6-7 éveseknél, na, akinek nincs türelme, azt elküldeném egy 6-7 éves edzésre, mikor 10-15 vagy 20 gyerek egyszerre szól, edzőbácsi, kösd be a cipőmet, nézd, ott megy a repülő, nézd itt egy labda, ezt aki átéli, aztán tényleg bármivel szembe tud menni. Örülök, hogy elkezdtem, teljesen másképp látom most már az edzőnek a feladatát egy csapatban, fiatal koromban. Persze nem érdekelt, hogy mit edzünk, csak folyton az, miért ezt edzünk, miért most miért kell futni, most miért nem futunk, most miért focizunk. Most már jobban belelátok, tényleg rájöttem, hogy az edzőnek nincs könnyű dolga. Kiegészítelek, nincs könnyű dolga, pláne akkor, hogyha anyuka, apuka eljön az edzésre, és beleszól. Szerintem erről is tudnál mesélni. Ez a legnehezebbik része ott a gyerekeknek, de... De van erre példa, hogy ott van anyuka, apuka kerítés mellett, és szól akár a gyereknek közvetlenül, hogy figyelj, gyereke. Nálunk itt a Partium Akadémiánál van egy szabályzat a szülők felől is, hogy nem szabad utasítást adni a gyereknek, csak bíztatni pozitívan. Persze, hogy persze nálunk is akadtak ilyen incidensek, és akkor kérdeztem a szülőtől szépen, hogy ha én mondom jobbra, és az apuka mondja balra, a gyerek merre fog menni? Persze, hogy a szülőt fogja. Igen. De akkor az edzőnek mi a dolga?
igazából akkor én hasztalan vagyok ott. És akkor így megértik. Persze ezt is, ha szépen elmondod, a szülőket is rá kell vezetni, mond nekik is, a szülőknek is kellene egy ilyen akadémiát, hogy mit szabad csinálni, mit nem szabad csinálni. Egy ugyanilyen téma ez, hogy nem szólnak bele az edzésen, de az autóba. Tudod ott, miért nem rúgtad jobbal, miért nem rúgtad ballal, akkor a gyerek elgondolkodik. Ú, de Ervin azt mondta, hogy jobban rúgjam, apa azt mondta, balra rúgjam, a következő meccsen melyikkel rúgjam. Szóval érdekes, de mint úgy minden szakmának vannak pozitív oldalai, vannak negatívek is. Persze sokszor érek úgy haza, hogy nagyon lefárasztanak a gyerekek, de viszont az az öröm, amit látsz az arcukon, amikor egy gólt szereznek, az leírhatatlan. Pszichológus is vagy? Tehát tegyük fel, hogyha Pistike elront egy jelenetet, egy helyzetet, egy zicsert, ott van ajtókapu helyzet, és akkor elrontja, mellérúgja, fölérúgja, teljesen mindegy, elrontotta, majd jön az edzőbácsi, nem baj, elszúrtad, még egyszer meg ne csináld, de nyugodj meg, nincs ezzel semmi. Ez volt a mi korosztályunknak a legnagyobb hiba, mert nem volt pszichológus az edző. Ha elrontottad, ha kihagytál egy helyzetet, akkor meg sem mertél fordulni. Nagy elemet adok én neked, mert kihagytad. Az öltözőben. Pontosan, ez a mai generációval ez nem megy, és szerintem ez így is van rendjén. Mindig azt mondom, a foci egy sport, egy játék, nem életre halálra szól, hanem főleg gyerekszinten szórakozás, érezzék jól magukat. Persze nem azért jöjjenek focizni, hogy szórakozzanak, hanem azért tanuljanak is valamit, ha már szeretik, és ezt a sportot választották. És ha már Partium Akadémia, mert ugye ott edzősködsz, hogy fest a tabella? Most itt képzeljünk el egy virtuális tabellát, ahová a Partium Akadémiát valahova be kell sorolni, és persze, hogy a más nagy nívós kluboknak is van akadémiájuk, és valahova magunkat is be kell helyeznünk. Tehát hol festünk ebben a táblázatban? Igazából ez egy komplex, mivel 6 éves kortól egész U19-ig van minden korosztályunk. Kiskorosztályok, ez volt a lényeg, hogy abszolút minden korosztályt tudjunk elindítani. Az U15-ben már elitligában vagyunk. Az U17-tel a országos bajnokságon azt hiszem első helyezettek vagyunk. Ezt ha azt nézzük, hogy 2 éve alakult az akadémia, úgy gondolom, hogy ez egy ezek jó eredmények. Ez egy jó eredmények. Ha azt nézzük, hogy a nulláról indultunk, és most nem tudok pontos számot mondani, de lehet 300-400 gyerekünk is van, és tényleg 6 éves kortól 19 éves korig minden csapat megvan alakulva, úgy gondolom, hogy már ez egy jó eredmény. Abszolút, még egyszer akkor itt is sok sikert, ha már Erzsi bácsi is vagy leszel, fejét fogsz lépni itt is, ebben is sok sikert kívánok neked, mert ugye az ember azt szeretné látni, amit lát a kluboknál, tehát most gondolok az Universitatea Clujra, a CFR, az UTÁ-ra, azt jámára, mindenhol van egy akadémia, és valahogy próbálják a gyerekeket, a fiatalokat fölnevelni. De hiszel még ebben a klub hűség, tehát hogyha mondjuk téged az Olimpia fölnevelt, innen kezdted a karriered jó formán, vannak még olyan játékosok, vagy ez még divat, hogy valaki ennyire ragaszkodjon és szeresse azt a klubot, ahonnan indult? Van nekem egy mondás, amit mindig azt szoktam használni, hogy mindig ott legyél a legjobb, ahol vagy. Aki Szatmár és itt kezdi el a focit, úgy gondolom, hogy elsősorban itt mutassa meg, hogy mennyire jó. Most a VSK-nál pozitív irányba haladunk, beszéltünk sokat, remélem, hogy fel tudunk jutni a másodosztályba. Az már egy nagy ugródeszka lehetne a szatmári focistáknak, és a focistáknak is miért ne feljuthatnak nagyobb szintre, mert ismétlem, Szatmáron nagyon sok ügyes gyerek van, akiből lehet nagy szintű focista is. Szuper. Tehát akkor ebből a vázba azt szűrtem le, hogy igenis lehet valaki a klubhoz hű, mert ugye rengeteg olyan átigazolás van, biztos te is láttál több százat,
akik mondjuk fölnőttek az egyik csapatnál, és aztán fogták magukat, átmentek a riválishoz. Tehát ebből is van millió egy. Ezt te hogy látod? Legviccesebb, mikor aláír egy fiatal játékos, aláír egy klubhoz, és az első interjúban azt mondja, hogy na, én az X-el tartottam születésem óta. Kíváncsi lennék, hogyha a riválishoz igazolnád, akkor az Y-nál tartott volna születése óta. Azért furcsa ez a felfogás, igen, hogy kedvenc klubban meg. Persze mindenki oda megy, ahol szeretnék leigazolni, ahol jól megfizetik, mert nem elsősorban mindenki ezt nézi a mai világon. Persze nagyobb szinten lehet erről is szó, hogy klubhűség. Persze nagy nevű játékosok, amiről te is beszéltél, levezetni, igen, akkor tuti nem a rivális klubhoz fognak visszaigazolni, hanem a nevelő egyesületéhez. Ugye elmennek edzősködni, akár ez is sokszor egy variáns, hogy elmegy edzősködni. Jó, további célok vannak-e még? Tehát amik szintén, beszéltünk arról, hogy följutni, ez egy fontos, igen, cél. A VSK-val a feljutás. Az, hogy az akadémiával foglalkozni, és ezzel is szeretnél előre haladni, van-e bármilyen más cél? Nem tudom, még egyszer mondjuk egy nemzeti arénán, Puskás Ferencben, vagy akár a Nacionál arénán egy nagyobb mérkőzést. Karitatív, bármi. Remélem, hogy az még sikerülni fog, hogy Szatmár Németiben egy új stadionban, stadionavató, miért ne? Igen, például. Miért ne? A stadionavatót megélni. Igen, hogy játszak. Megéltem egy stadionavatót, megéltem Balmazújvárossal. Pont amikor odaigazoltam, akkor készült egy kis stadion, 3000-es férőhely, nagyon szép kis új stadion, a Palermo-val játszottunk, akkor stadionavatót, nagyon szuper, jó hangulatú volt, meg is vertük őket 2-0-ra. Jó, hogy bunda volt. az is jól sikerült. Remélem, ez nem mondanám célnek, ez egy nagyon, jó érzés lenne, hogyha még így Szatmár Németiben egy modern stadionban tudnánk játszani. Le akarok adatságot beszélni, de talán tervben van. Tehát, hogyha jól értesültem, akkor ez tervben van, hogy Szatmár Németiben legyen egy ugyancsak egy 3000-5000-es férőhelyes stadion, futballra kialakítva szépen, a futópálya. Nem tudom, hogyha kell, vannak ultrák, akik nagyon nem szeretik, hogyha van futópálya. Más hangulata van, ha ott van a futópálya, akkor nincsen olyan közel a nézőtér a pályához. De hogyha már kimondtam azt, hogy ultrák, ugye általában a stadion az nem színház, nem templom, ott azért vannak rigmusok, énekelések, skandálások, bekiabálások, és még egy halom minden. Pirót bedobigálunk a pályára, hogy ezt se kell bemutatni neked. Mennyire vagy hív annak, hogy egy tábor az tényleg aztán ott bármit megtehesse? Most itt gondolok konkrét arra, mondjuk Szerbiában tudjuk, hogy a Zvezda Partizánot ott mennyire elfajulnak a dolgok, vagy Lengyelországban. De ezt hogy látod, hogy mennyire kéne korlátozni? Igazából amíg nem fajul a dolog verekedésig, vagy pályára befutásig, addig nem mondom, hogy egy rossz dolog, mivel ugye, hogy vannak ezek az ultrák, megteremtik a jó hangulatot. Játékosként is jó érzés, mikor egy ilyen hangulatú meccsen játszol. Szóval amíg nem folyul el a dolog verekedésig, azt gondolom, hogy nem egy rossz dolog. Pont a tavalyi mérkőzésen is engemet emlegettek jó párszor a városi derbin. Nem szép szavakkal elmosolyogtam rajta, igazából nem lehet tapaszt tenni a szájukra, mondjam. Szólásszabadságban mindenki mondhat bármit. Engem most jelen pillanatban nem zavar, de volt olyan időszakon is, amikor nagyon zavart, és ki tudott zökkenteni. Te befolyásolt valamilyen szinten. Fiatalkoromban volt, nem tudtam kizárni, megzavart a teljesítményemben, nem játszottam jól, aztán több mint valószínű, hogy ezt jelent a rutin. Gyerekkoromban, vagy fiatalkoromban
folyton hallottam, hogy ó, neki van rutinja, neki, és mindig kérdeztem, hol lehet ezt a rutint venni. Szeretnék én is venni, hogy milyen rutin, mert hallom, hogy mindenkinek szüksége van rá. Hát ez az évek során, a meccsek során tudod megszerezni, és másképp kezelni. Érdekes az, amit mondasz, és most kérdezik egy még merészebbet. Mi van akkor, ha a saját táborod, mert most már ez is előfordult, nem menjek messzire, Loki játszott, nem is olyan rég, kikapott egy 5-0-ra a Pakstól, és amikor kiestek a másodosztályba, a Lokiról beszélek még mindig, akkor pedig ugyanaz volt, hogy vedd le a meszt. Tehát, hogyha egy tábor leveteti veled a meszt, azt kéri, hogy vedd le a meszt. Nekem akkor mi van? Pont ez a kizökkentés egy ilyen szituáció miatt volt, mert egy hazai, nem tudom ki volt az, miért, engemet kipécizett, és az egész meccsen csak Zsiga így, Zsiga úgy, Ervin így, Ervin úgy. Ez annyira megrögzült akkor bennem, hogy mondom, hogy kizökkentett túlságosan. Aztán tutimai, nem felelhetsz meg mindenkinek, nem is akarok. A lényeg, hogy de soknak tartok, tehát hogy egy tábor azt kér a saját játékosaitól egy rossz teljesítményt, vedd le a menet. Nem vagy méltó arra, hogy azokat a színeket és azt a klub címet hord. Igazából ez ilyen kettős érzést ad. Persze minden játékos tuti tehetne többet, de ha én fogom a játékosnak a pártját is, biztos, hogy nem akartok 5-0-ra kikapni. De ezek után, hogyha 11 játékost elküldesz, akkor következő meccsen ki fog kiállni. Kiállnak a szurkolók. Sörhassal, ugye? Szóval kettős érzés. Tehát persze nem jó dolog. Nem nagyon figyelem most a magyar focit. Amikor ott játszottam, akkor tudtam minden csapatot, minden játékos, de tudom a sztorit. Olvastam én is, és láttam a videót is. Ezek szerint nem első alkalom, vagy nem állnak jól a tabellán, vagy valami ott van a háttérben, hogy egész eddig fajult a dolog. De úgy azt hiszem, hogy egy-két éve volt már egy ilyen, igen, amikor, 2019, amikor be is mentek a pályára szurkolók, és levették a játékosokról a meszt. Én mindig azt akartam, hogy Debrecenbe játszak. Nem sikerült, mivel Balmazújváros pont Debrecentől 10 km van, játszottunk sokszor egymás ellen is, az első osztályban is, meg barátságos meccseket téli felkészülésen, nyári felkészülésen, nagyon szép stadion van, nagyon jó körülmények van, mindig azt arra vágytam, hogy egyszer én is a Lokinál focizzak, nem sikerült. Így legalább elkerültem, hogy lemegyék a meszt rólam. Végezetül pedig még csak annyit, hogy ugye városi derbi lesz, úgy, hogy ezt már elmondtuk a műsorunknak az elején, pénteken 15 órától, kicsit az időpont is számomra fog. Nem a legszurkoló baráti időpont, de szerintem ezzel egyetértünk. Hát lehet, akik dolgoznak, igen, azok az utolsó 15 percre el kell, hogy jöjjenek, hogy érjék el az első sípot. De ez már így alakult, az októberi hónaptól 15 órától játsszák a meccseket. Ismét nehezet kérdezek, szokták itt mixezni? Nem. Egyetlen. Igazából fogadni se szoktam fogadni így a csapattársakkal, és hogy fogadjunk egy üdítőbe ebben az abban. Ezt csak azért kérdezem, mert egy végeredményt kéne mondani a pénteki derbiről. Pont ezért nem is szeretek mondani, mert hogyha mondok valamit, és nem úgy sül el, vagy ha úgy sül el, akkor az mindig megvan, hogy lehet, mert beképzelt, vagy inkább nem szeretek így előre beszélni, inkább a pályán. Szóló egyes esetleg, az mehet, hogy szeretnék? Ebben ezt tudom mondani, hogy a csapat úgy készül, hogy győzelem lesz. Ervin, úgy legyen, köszönöm, hogy itt voltál, pénteken mindent bele, jó magam, próbálok majd kilátogatni a mérkőzésre, és hát kíváncsi vagyok úgy a hangulatra, mint a mérkőzésre. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Városi derbi lesz úgy, hogy azt hallották és láthatták pénteken 15 órától Szatmárnémetiben, és talán azt is hozzá kéne tenni, melyik stadionban, ki játszik hazai pályán?
Szatmár Németi VSK Olimpia, a Daniel Prodan stadionban. Jó, akkor ezt is feljegyezzük, tehát Daniel Prodan stadion, 15 óra péntek, jó magam próbálok majd ott lenni, de mi találkozunk jövő héten ugyanekkor, ugyanitt, addig is további minden jót, szép estét, sziasztok!